Sziasztok! Ez az épület, ahol most járunk, ez egy földház, és való igaz, hogyha megnézitek, akkor ott az ablak szintjénél van, tehát a párkány szintjénél a külső talajszint, terepszint, és hát meglehetősen nedvesedett a falrész ott a fürdőszobában, és azt gyanítottam, hogy ott egy csőtörés történt. Itt az egymással szomszédos két helyiség, ugye egyértelmű, hogy a fürdőszobából kaphatott vizet azon a fal felületen, először ott jelent meg probléma. Nem volt ennyire jelentős és ennyire látványos egyébként, de azért látszott némi nedvesedés. Itt mindenütt padlóborítás volt, mindenütt ajtók voltak természetesen, de már szét lettek bontva azért, hogy föltárjuk, hogy hol is lehet a probléma forrása. Nézzük, hogy miket is találtunk. Itt ez egy teljesen fullra telecsempézett fal volt, és ami nagyon érdekes, hogy igaz, hogy ez egy földház, vagy dombház, nevezzük így, ezek nem vályog téglából épült, hanem préselt földtéglából. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ugye hasonlít a vályog téglára, de mégis jól látszik, hogy egészen más anyaga van, nincs benne a jellemző klasszikus szalma kötőanyag, mézhabarcsal, illetve szerintem cementes habarcsal vannak összerögzítve, és így van boltívben fölrakva. De erre egy nagyon erős csemperagasztó réteggel, csemperréteg került. Sokan azt gondolják, hogy a csempe az teljesen vízzáró, de ez nem így van. Tehát a fugákon keresztül, és mivel kerámia csempékről beszélhetünk, ezért simán át tud szivárogni rajta a víz, és ez lesz az eredménye. Nézzétek csak, tehát itt száraz ez a földtégla, itt pedig csuromvizes. Na most ez onnan alulról nem származhat, tehát nem a csaptelekből kapta ezt a nedvességet, hanem nagy valószínűséggel itt az zuhanyzás közben ezen a csempén keresztül szivárgott ide a nedvesség. Ez vályogházaknál is így van egyébként, tehát ez a melyik ujjunkat harapjuk meg tipikus esete, hiszen ha nem teszünk folyékony fóliát a csempe mögé, akkor azért fog nedvesedni, ha teszünk, akkor pedig biztosak lehetünk benne, hogy visszatartjuk a 100%-át a falban a nedvességnek, amennyiben tud nedvességet szívni. Hogyha ez egy szigetelt, vízszigetelt fal, akkor nincs ilyen probléma, de akkor sem vinném a falban a vízvezetékeket. Nézzük is meg, hogy miért mondom ezt. Itt még úgy tűnik, hogy van szigetelés a csöveken, tehát ez egy ilyen hőszigetelő filcréteg, pontosan azért, hogy ez egyrészt leszigetelje a hőmérséklet különbséget, másrészt pedig, ha képződik esetleg itt harmadpont, hiszen gondoljátok el, hogy meleg a fal, jön a hideg víz, és a hideg víz csövön szépen kiülnek azok a vízcseppek, ami a harmadpont miatt kicsapódik. Na most ilyen esetben totálisan el tud ázni a falunk, és nézzetek meg, hogy itt is nedves maga ez a filcréteg is, tehát nem nagyon töltötte be sajnos a neki szánt szerepet. A falban lettek elvíve a csövek egy olyan épületnél, ahol előfordulhat, hogy esetleg egy picit mocorog az épület. Például egy vályog épületben, ahol biztosak lehettek benne, hogyha sekély alapozásuk, vagyis ilyen 30-40 cm mély alapozása van, akkor biztosak lehettek benne, hogy ott bizony elmozdul az épület. Itt van például ez a presszidom, tehát ezeknél a presszidomoknál tuti biztosak lehettek benne, hogy ha megfeszül, akkor ott az megpattan és engedni fog. Tudom, hogy ezekre 30 év garancia van, tudom, hogy ez nagyon jó technológia, de higgyétek el, hogyha ez például elfogy, azt nem fogja kibírni. És gondoljatok bele, hogy itt van a külső talajszint. Itt ennyi választja el, tehát egy olyan 10-20 centis baromira átnedvesedett fal. Amennyiben itt nem fűtenek, már pedig itt csak egy egyedi kályha fűtés volt, tehát akkor volt fűtés, amikor éppen befűtöttek. Ezt a vízrendszert azért ember legyen a talpán, aki ilyen ívekkel le tudja úgy vízteleníteni, hogy a csövekben nem maradjon vissza víz. Ilyenkor az történik, hogy megfagy benne a csővezetékben a vízünk, hiszen a fal átfagy, és az történik, hogy bár az ötrétegű műanyag cső az lehet, hogy kibírja ezt a fagyást és ezt a térfogatváltozást, de az biztos, hogy az ilyen presszidomok azok nem fogják elviselni. Ha ide nyúlok az ujjammal, akkor látszik, hogy ez bizony szivárog. Nagyon enyhén szivárog, de gondoljatok bele, hogy ezt nem lehet látni a vízórán, abszolút nem lehet látni, viszont még hallgatózással sem, tehát az ilyen elcseppenéseket egyszerűen nem látjátok, és ezért szajkózom mindig, és ezért hangsúlyozom, hogy ne tegyünk a vályogfalba vízvezetéket. Nézzetek meg ez is, hogy el van korrodálódva, tehát ez kész, ez kuka. Itt is tiszta víz az egész, nézzétek meg.
egy rengeteg szivárgást tapasztaltunk, úgyhogy bízunk benne, hogy ez okozta a problémát, de ennek ellenére most várjuk az árokású gépet. További kockázatos helyek, amikor befalazzuk ezeket a fali korongokat, és bizony itt is előfordulhat, hogy elkezdenek szivárogni. De gondoljatok bele, majd egyszer mondom, tehát ezek itt be vannak építve, mint az állat, keményen be van minden vakolva, és hogyha keletkezik egy repedés, és egy picit is megmozdul az épület, akkor ezeknek annyi. Tehát abban a pillanatban ezek a presszidomok azok engedni fognak, és valahol elkezd szivárogni a víz, ebben egészen biztosak lehettek. Tehát nagyon-nagyon rossz ötlet ezt így beépíteni a falba. De menjünk is tovább, mert nem csak itt volt probléma, hanem a konyhában is. Ja igen, majdnem megfeledkeztem róla, hogy az ilyen beépített WC-tartályok is a fal mögött, ezek is időzített bombák. Nem is sorolom, hogy milyen hibaforrásokat tartalmaz ez, úgyhogy ezt is kerüljétek. És most nézzük meg a konyhát is. Rögtön csak ide nyúltam egy pillanatra, és már is megvolt a konyhának a nedvesedésének az oka, és ugye itt is dobálja lefelé mindenhonnan a vakolatot, nem is csoda, hiszen már a KPCső csatlakozásánál is szivárog, itt is szivárog, és most gondoljátok bele, hogy ez falon kívül megy, viszont el volt takarva a szemünk elől, és ezért semmi nem látszott belőle. Na de én már találkoztam néhány ilyen problémával, tehát ránézek egy ilyen rendszerre, és már sejtem, hogy hol lehetnek a problémák, és akkor menjünk tovább, tessék. Presszidom, falikorong. Nem szivárog, ugye? Tehát rögtön egy csővezetéken, rögtön három szivárgás. Ráadásul olyan dózsszag van tőle itt is, hogy az eszméletlen, tehát nagyon-nagyon lehet érezni. Beszéltem ugye az egyedi fűtésről, tehát ez a KH biztosította itt a fűtést. Mivel dombházról beszélünk, ezért nem volt elegendő ez a fűtés, tehát ez kevés lesz a következő tulajdonos számára, és kiegészítő fűtéseket fog alkalmazni. Ennek az az oka, hogy nem lehet lehőszigetelve kívülről a ház, hanem tényleg benne van a talajban, és gondoljatok bele, hogy itt mindenhol azt a 12-13 Celsius fokos talajhőmérsékletet veszi át, ami itt uralkodik. Természetesen itt voltak kiegészítő fűtések már most is, tehát ezek az infrapanelek. Ugye többen mondjátok, hogy ilyen infrapanelekkel, meg ilyen novopanellel, norvég fűtési rendszerrel szerelnétek a házatokat, és az jó ötlete. Na most az a helyzet, hogyha ilyen paneleket szerelünk fel, akkor ez egy az egyben energiát jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy 1 kW villamos energiából 1 kW hőenergiát tudunk előállítani, ami nem szerencsés. Oké, hogy ennek sugárzó hője van, ez mondjuk elég kis panel, tehát ez egy ilyen 350-400 wattos lehet, és ahhoz már elég, hogy forgassa a villanyóránkat, tehát semmiképpen ne fűtsünk vele, mert az nem gazdaságos. Azért jó, hogyha mondjuk alacsonyan tartjuk a helyiség hőmérsékletét, akkor bennünket melegít, de ez nekünk szinte mesztelenül kell tartózkodni abban a helyiségben, mert a ruhán keresztül szintén nem fog áthatolni. Jó, tehát ez is egy lényeges információ, azt gondolom, mint a fűtésekkel kapcsolatban. Nagy divat mostanában az ilyen infrafűtés, az infrafilmekkel is, de nem igazán gazdaságos. Ha nézzük például a hőszivattyús rendszereket, mint például a split klíma és ugye levegő-levegő hőszivattyú, ezeknek vannak komolyabb fajtáik is, amit az áramszolgáltató elfogad hőszivattyúnak, ezek meg lehet igényelni az úgynevezett H-tarifát, tehát H-tarifa, és nézzetek utána, tehát ez gyakorlatilag majd, hogy nem éjszakai áram kapjátok a villamos energiát, és a nap 24 órájában, ha jól emlékszem, akkor októbertől áprilisig, tehát a fűtési szezonban. Ezzel egész jól lehet szerintem spórolni, úgyhogy érdemes ezeket a rendszereket kombinálni. Tehát én például megadnék egy alapfűtést mondjuk egy radiátoros rendszerrel, esetleg, hogyha elmegyünk odahozóról és mondjuk vegyes tüzelésű kazánunk van, akkor érdemes akkor egy ilyen H-tarifás hőszivattyús rendszert kialakítani, azzal megadjuk akkor nem vagyunk otthon, és wifivel tudjuk szabályozni, hogy mennyi legyen a belső hőmérséklet, át tudjuk állítani esetleg a wifivel, hogy éppen szárító funkcióra, páramentesítő funkcióra is állítsuk az egyiket, a többi az fűteni fog,
és így tudunk tartani egy alaphangon egy hőmérsékletet, és az mozgatja is a levegőt, tehát az tök jó nekünk egy vályogépületben, mert így lejuthat akár a szekrény alá is az a meleg levegő, mert befújja oda a klímaberendezésünk, ha úgy állítjuk. Hogyha viszont egy fürdőszobáról beszélünk, akkor vagy ilyen infra, vagy van egy úgynevezett vonalsugázós, csak nem az a hagyományos halogénes, hanem van egy másfajta Philips forrással, hőforrással, majd azt is megmutatom nektek, az tök jó, mert hogyha bekapcsoljátok, azonnal aktiválódik, azonnal hőt bocsájt ki, ezek ilyen másfél-két kilowattosok, egyébként nem erről beszélek, még egyszer mondom, tehát ez vörösen izzik, és még egyszer mondom azt is, hogy nem az a hagyományos, amit itt láttok, hogy mint hogyha így föl lenne tekercselve egy részdrót, és ezek izzanak, azok a halogénsugárzók, ez egy más technológia. Ilyet talán láthattok mondjuk éttermeknek a kiülő részein, hogyha ilyen elektromos sugárzók vannak, na arról beszélek, az akár 2-3 méterre is tud sugározni, és jó melegnek érzitek, tehát hogyha bementek a fürdőszobába, akár 18-20 fok is lehet magában a helyiségben, ez fel fogja melegíteni a testeteket, és nem fogtok fázni zuhanyzás közben. Nagyon jó az energiája, tehát amikor ide belépünk, az valami egészen szenzációs, és itt középen van egy ilyen bevilágító, hát ez is valami egészen elképesztő, úgyhogy én nagyon kedvet kaptam hozzá, hogy építsek magamnak egy ilyen dombházat vagy földházat. Itt is van egy helyiség, úgyhogy most ebből látom, hogy hol lehet hibázni, és mit kell másként csinálni, és majd ezekből okulva fogok én cselekedni. Itt a külső front rész, az ilyen téglával lett kirakva, és ez gyakorlatilag az egyetlen olyan része az épületnek, ami nem talajszint alatt található. Tehát itt van lehetősége például a levegőnél nehezebb gázoknak is távozni, ugye például a radongáz az nagyon szépen össze tud dűlni egy ilyen pincében, vagy egy ilyen földfelszín alatt elhelyezkedő házban, de így ki tudsz eldőzni, tehát mindenképpen azt javaslom, ha ti is ilyesmire gondolkoztok, akkor ne egy lépcsőn kelljen lemenni, hanem bontsátok el a dombnak azt a részét, és legyen egy ilyen szabad terület, mint ez itt, ahová ki tudsz eldőzni az épületből, ez nagyon-nagyon fontos véleményem szerint. Így néz ki kívülről az épület, egy gyönyörű fűzfa található itt a társaságában, és úgy gondolták, hogy beteszik ezt a ponyvát ide. Na most ennek a ponyvának az a probléma, hogy nézzetek meg, hogy itt mellette csuromvíz egyébként a föld. Na most az a gond, hogy ez alá is van így hajtva, tehát a talaj alá. Na most ami leszivárog nedvesség, az sajnos ilyenkor be tud szivárogni ez alá ponyva alá is, és ugyanúgy megtámadja az alaptestet. Ennek beton alapja van elvileg az épületnek, de nem sokára kiderül, mert jön az ásógép, és megnézzük, hogy mivel lett leborítva. Na most ezt nem javasolnám, hogy így szigeteljétek le. Tehát, hogyha már teszünk ilyen szigetelést, akkor mindenképpen egy kenhető bitumenes szigetelés, és aztán pedig egy nehéz bitumenes szigetelőlapot kell ide tenni, egy nehéz lemezt, és azzal megoldani a szigetelést. Már amennyiben a falazat és az alaptest között van vízszigetelés, akkor ez működőképes lehet. Viszont hogyha nincs, akkor nagyon fontos, hogy ugyanúgy, mint a vályogházaknál, ezt szellőzővé tegyük ezt a felületet, tehát ilyen esetben egy drénkavicságy, ahova viszont muszáj tenni dréncsövet is, azért mert ide ugye érkezik csapadék is, az el kell vezetni, de ilyen esetben nem a 360 fokban perforált dréncsövet szoktuk alkalmazni, hanem van például a szennyvízcsövet, hogyha a felső egyharmadát kifurkáljuk megfelelő átmérőjű lyukakkal, akkor gyakorlatilag el tudjuk vezetni, mert hiszen azért zárta az alsó kétharmada ilyenkor a csőnek, és abban el lehet vezetni a esővizet, a csapadékvizet. Ugye itt látszik kívülről is, ugye ez tűnt fel elsőre, hogy itt azért probléma van. Itt már egy sókiválás is kialakult. És további nehezítő körülmény, itt található egy kerti csap, ami véleményem szerint szintén egy probléma forrás, de majd ezt is megnézzük, szerintem ebből is simán itt szivárog a víz. Azt tudja, hogy legalább egyszer úgy hagyták itt az évek során, hogy nem volt elzárva, és az is biztos vagyok benne, hogy itt csepeg és folyamatosan áztatja ezt a területet. Feltárásra kerül hamarosan, és akkor majd kiderül ez is. Nos, itt van a víz betápja házba, ami úgy néz ki, hogy egy vascső. Ez egy időzített bomba gyakorlatilag, úgyhogy látjuk, hogy alatta nagyon nedves is a talaj, úgyhogy most az egészet ki kell bontani.
és majd ezt ki kell cserélni valamilyen KPH-cső megoldás, mert ez így nem jó. Nézzük, hogy milyen alatt. Ugye? Közben találtunk egy villanyvezetéket is. Suronvizes. Ott már szivárog is. Lá, ez tök rég törte. Ja. Keresd meg a vascsövet. Túrd le róla. Ez ment a lakásba. Ez jött az utcáról, a víz oráról. Na hát itt most gyerekek meg kell fejteni, hogy mi kikivel van. Tehát itt van egy KPH-cső, egy télágazóval. Ugye itt megy a kerti csaphoz, és a legszebb az az egészben, hogy itt a víz és a villanyvezeték is egymás mellett van. És valahol majd meg kell keresni a betápját is. Igen, akkor ez megy a télágazóba, és akkor onnan megy ide a fürdőszobába, meg megy előre a konyhához. De akkor az végig megy az ház mellett. Na, itt jön be a konyhába az a bizonyos KPH-cső, ami le lett ágasztatva, tehát nagyon furcsán van megoldva. Ez sokkal közelebb van egyébként a vízórához, a betápvezetékhez, a fővezetékhez. Tehát egyszerűen nem értem, hogy miért ment el odahoz a kerti csaphoz, miért lett utána a kerti csapnál elágasztatva, ráadásul fém csatlakozókkal, utána az össze lett hozva egy fém hollanderrel, és fém csőként ment tovább. Tehát itt aztán minden van. És ezt most rendbe kell mindent tenni, és nézzetek meg, hogy ezt itt a drága szerelők, akik segítettek itt a tulajdonosnak, ebből szabály szerint elzárt sarokszeletnél folyt a víz ide bele. Tehát itt ki tudja hány száz liter víz ment most el a csatornába fölöslegesen. Nos, itt a vízóra, és nagyon úgy tűnik, hogy még innen se KPH-csővel megy tovább, hanem innen is fémcső halad tovább, azt ott valószínűleg szintén egy fagycsap, de kettő is van rajta, lehet, hogy ott volt egy kerti csap szintén. És nézzetek meg, hogy innen sokkal egyszerűbb lenne oda menni a konyhához. Erre oda megy először, onnan visszaágasztatják, és elhozzák ide a konyhához a vizet. Tehát ez számomra értetetlen. Azt mondja Tibi, hogy tiszta agyag, meg tiszta sár itt a felület. Tehát ez már évek óta házhat itt, úgyhogy megtaláltuk ennek a földháznak a nagyon nagy problémáját, azon felül, hogy a vízszigetelés sem jó. TH-s idom lenne, és U profillal lett összenyomva. Viszont ez azért történt, mert többi az U-s idommal kellett préselni, úgyhogy valószínűleg ez az egy idomuk volt, akik készítették, és ezért történt az, hogy rossz préssel nyomták össze. És most látok még egy érdekességet, hogy itt korábban részcsővel volt ez vezetve, és ez itt el van vágva. Tehát ez már egy új vezetékelés, úgyhogy ez már nem egy újdonság ez a csőtörés szerintem, hanem ez korábban is volt már itt probléma, és akkor lett betéve ez a másik rendszer, az ötrétegű. Itt van ez a boiler, és ez egy hajdú villanyboiler, amiből tudomásunk szerint nincs fekvő, tehát ez nem egy fekvő boiler, ezt nem is szabadna így fekvőbe tenni, természetesen ez is szivárog. Na, úgyhogy van itt egy-két érdekesség. Úgyhogy nem minden boiler tehettek fekvőbe, ezt tudjatok róla. Valamelyik direkt fekvő boiler, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy ezek a csövek, ezek hogy helyezkednek el benne, hiszen ugye ha álló helyzetben van, akkor a melegvizes cső az föntebb helyezkedik el, a hidegvizes cső pedig lentebb, és azért tud fölülről szívni, ugye, meg fölülről engedni melegvizet. Ez nagyon fontos, hogy a rétegződés meglegyen. Így ez nem nagyon érvényesül. Persze ügyeltek rá, hogy a melegvizes cső az így helyezkedjen el, de most gondoljatok bele, hogy itt gyakorlatilag csak a boiler felénél van tehát egy hidegebb rétegből szív magyarul, vagy enged melegvizet, ez a lényege. Na, ennyi volt ez a rövid kis beszámoló. Remélem, hogy érdekes volt számotokra. Nagyon sok ilyen szívással találkozom az épületeknél, de igyekszünk megfejteni, mindig itt is sikerült.